Innovációs Minisztérium válasza. Azt írják, a születések számát a fejlett nyugati világ előregedő társadalmaiban nagyban befolyásolja a szülőképes korú nők száma. A gyermekvállalási kedvet kifejező úgynevezett teljes termékenységi arányszám 2010 óta történt növekedése EU-s viszonylatban továbbra is Magyarországon a legmagasabb. Mint írják, mindez különösen elismerésre méltó a baloldali kormányok alatti adatokkal összevetve. Ha folytatódott volna az akkori negatív tendencia, és nem történt volna meg a családbarát fordulat, 2010 óta 178 ezer gyermekkel kevesebb született volna meg, áll a minisztérium közleményében.